Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Várhatóan nyár végére átadják az első épületeket az ipari parkban. A beruházás iránt már most is van kereslet, és a város a tervek szerint tovább növeli majd az ipari övezetet. Ezen a közel 6 hektáros területen jön létre Bátaszék ipari parkja. A beruházás 25%-a már elkészült. A közművek és az alapinfrastruktúra már a földben van. Itt látható, hogy a szennyvíz aknák, illetve a csapadékvíz aknák már elkészültek. Ezt követően fogják az útépítést megkezdeni. Ez közel 300 méter hosszban fog kiépülni itt az ipari park területén. Ez teszi lehetővé, hogy ez a 6 hektárnyi terület feltárása megtörténhessen. Az útépítésen, illetve a csapadékvíz elvezetésen kívül ugye látható még ugye a tűzcsapok, tehát ehhez vezető ugye nivóvízvezetékek is kiépültek, továbbá a gázbekötő vezetékek is már elkészültek. Tehát a teljes infrastruktúra nem sokára készen áll, most még vissza van 400 méternyi középfeszültségi légvezeték kiváltása, illetve kisfeszültségi kábelek elhelyezése fog megtörténni, valamint még az útépítés előtt egy közel 300 folyóméterben fog megépülni a közvilágítási hálózat. A kiépítést a területfejlesztési operatív program finanszírozásából végezte el Bátaszékváros. Valóban ez egy olyan elnyert pályázat, ami a bátaszékiek mindennapi életét nem nagyon fogja befolyásolni. Ettől függetlenül egy település élete szempontjában nagyon-nagyon fontos, hiszen ezek teremthetik meg annak a lehetőségét, hogy adott esetben vállalkozások települessenek Bátaszékre, ennek következtében új munkahelyek jöhetnének létre, családok megélhetését lehetne biztosítani. Nem utolsó sorban azt, hogy talán gurulő adóforintokkal a város költségvetése is bővülhet, melyet az itt élők életének javítása érdekében tudunk felhasználni. Nagyon örülünk, hogy Bátaszék városa elnyerte ezt a top pályázat keretében ennek a lehetőségét, hogy Bátaszéken egy 6 hektáros ipari park ipari alapinfrastruktúráját tudjuk kiépíteni. Ez egy 246 millió forintos pályázati összeg volt. A közbeszerzési eljárás alapján a tervezésre és kivitelezésre már tavalyi esztendőben megadtuk a megbízást, és hát a nyár folyamán reményeink szerint a beruházás teljes egészében meg is tud majd valósulni. Az ipari park déli részén tudnak bérelni a vállalkozók tőlünk területet. Az északi részén, ahol most is látható a munkavégzés, ott pedig a porta épület épül, illetve itt a nyugati oldalon itt fog megépülni az agrárlogisztikai központ a Bátaszékváros önkormányzatának a beruházásában. Ez utóbbi üzemeltetésére is meghirdette pályázatát Bátaszék, és hamarosan tárgyalások is kezdődnek az üzemeltetőkkel. Amellett, hogy zajlik az ipari alapinfrastruktúra kiépítése, már a 6 hektáros terület hasznosítására is vannak lehetőségeink. Egyrészt maga a város is elkezdi az ipari parkot benépesíteni, hiszen befejezéséhez közeledik egy közbeszerzési eljárás lezárása, melynek eredményeként egy agrárlogisztikai központot fog maga a város megépíteni ebbe az ipari parkban. De már szerződést kötöttünk az ipari parkon belül terület bérletére is, ami azt jelenti, hogy vannak vállalkozások, amelyek úgy gondolják, hogy ez egy jó lehetőség egy vállalkozás megteremtésére, illetve kiépítésére, és hát reméljük, hogy ez még további vállalkozások számára is ösztönzőre foghatni. Az, hogy a város mezőgazdasági típusú fejlesztést végez, ez nem jelenti azt, hogy az ipari parkban csak ilyen jellegű telephelyek létesítésére van, illetve lesz lehetőség, hiszen az adottságok azok más típusú telephely létesítésére is megvannak, és a városnak az elképzelés, hogy a jelenlegi rendezésterv módosításán ezt szeretné még bővíteni, hiszen megvásároltunk egy 20 hektáros területet. Szeretnénk, hogyha ez a terület valóban egy nagy kiterjedésű és egy prosperáló ipari park lehetne. A tervek szerint 8 ingatlant lehet majd bérbe venni, ha felépül a teljes építészet. Most per pillanat ugye akár a mi agrárlogisztikai központunk, akár a betelepülő
gyümölcsfeldolgozó, ez 15-20 munkahelyet, új munkahelyet fog jelenteni az ipari parkon belül, és hát attól függően, hogy mondjuk mennyire fog prosperálni, azért mondjuk egy ilyen 5-8 millió forinttal növelni fogja az iparűzési adóbevételét a városnak. Volt mit megünnepelni a bátaszéki hivatásos és önkéntes tűzoltóknak ünnepük Szent Flórián napja alkalmából. A tavalyi év jóval mozgalmasabb és nehéz feladatok elé állította őket, a bekövetkezett tűzesetek elhárításának nehézsége, illetve nagyon is csapatmunkát igénylő bonyolultsága alapján. Mivel egyre több fiatal jelentkezik önkéntesnek Bátaszéken, ez a biztonság további szavatolása szempontjából megnyugtató hír a településen élők számára. A három jellegzetesen szirénázó tűzoltó autó a város főpontjain való áthaladásával emlékeztette a bátaszékieket az éves eseménynaptárban szereplő Flórián napi ünnepségre, amit már régen bevett itteni gyakorlat szerint nem a napján, hanem másnap vasárnap tartanak. Hol másutt is, mint az 1993-ban szinte újjáépített Szent Flórián szobornál. Az eseményen megjelent Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője, igazgatója. Nem csak köszöntötte a helybéli hivatásos és önkéntes tűzoltó szervezeteket, kiemelve a bátaszékiek átlagon felüli szervezettségét, hanem történeti áttekintés is nyújtott nemzetközi és hazai viszonylatban a Flórián napi ünnepségekig elvezető úton. Elhangzott 149 évvel ezelőtt Pesten 12 fővel, Széchenyi Ödön vezetésével megalakult az első tornász és tűzoltó egylet Magyarországon. Akár az önkormányzati tűzoltóság, de még inkább az önkéntes tűzoltó egyesület biztosítja a település lakosságának a védelmét, amely kiemelten fontos közbiztonsági feladat. A szobor megkoszorúzása után a tűzoltói eskütétel következett. Mivel stabil a tűzoltó utánpótlás Bátaszéken, a kiöregedő pótlását zökkenőmentesen meg tudják oldani, így a Flórián napi ünnepség része az időközben kiképzett önkéntesek ünnepélyes eskütétele. Ezúttal három fiatal embert avattak fel. Én, Kovács Zoltán, önkéntes tűzoltó esküszöm. Hogy a bátaszéki tűzoltóságnak hűséges tagja leszek. Hogy a bátaszéki tűzoltóságnak hűséges tagja leszek. Esküszöm. Esküszöm. Hogy önként vállalt feladatomat minden körülmények között. Hogy önként vállalt feladatomat minden körülmények között. A legjobb tudásom szerint híven és becsülettel teljesítem. Mint kiderült, 2018 meglehetősen mozgalmas év volt a bátaszéki tűzoltók számára sok-sok kihívással. 2018-ban egyébként meglepően sok volt a káreset számunk, 144 riasztás érkezett a bátaszéki tűzoltóságra, és ebből 122 volt az, ami beavatkozással tett. Ebből a 121 nehány káresetből körülbelül 10 volt, ami elhúzódó káreset volt, ez több mint 10-12 órát vett igénybe, és hát sajnos volt egy olyan, közel 50 órán keresztül kint voltunk. Volt egy alsónyéki bálatűz, amikor 2000 kocka bála gyulladt föl, illetve ha már az idei évet nézzük, akkor volt egy sajnálatos kecsketűz, amiben ugye 190 állat veszítette az életét, hát az is egy elhúzódó és egy székárison is elég megterhelő káreset volt. Bátaszék és Bátaszék környéki településekre is az jellemző, ami egész Tolna megye tűzvédelmét meghatározza, hogy az országos átlagnál kevesebb a bekövetkezett tűzeseteknek, műszaki mentéseknek a száma. Ez nagyon jó, hiszen a lakosság biztonságérzete ezzel magas fokon garantálható. A biztonságérzet garantálása az nagyon fontos, hogy hozzájáruljon az az önkormányzati tűzoltóság, amely itt Bátaszéken már most jó ideje működik, és nagyon magas színvonalon végzi a tevékenységét. Évente egy 150-160 tűzoltói beavatkozást végeznek. Ez megfelel megint a megyei átlagnak, illetve nagyon fontos az a bázis, amely majd a későbbi önkormányzati tűzoltóvá válást eredményezi,
hogy sokan vannak, akik önként a családjuktól időt elrabolva, a munkahelyüktől időt elrabolva, saját szabadidejüket áldozva, önkéntes tűzoltó egyesületi tagként tesznek Bátaszék városa és a környező hat település védelme érdekében. A felszereltségük a kor követelményeinek a magyar lehetőségek közepette megfelelő. Csak egy magasba mentő hiányzik. Az nincsen, de hogyha ilyen esetre lenne szükség, akkor Szexál természetesen tud nekünk segíteni. Hál' Istennek 3 jól felszerelt gépjármű fecskendővel rendelkezünk, úgyhogy ezen minden megtalálható. Nagyon bízom benne, hogy a költségvetést sikerül most stabilizálni. Jelen pillanatban 5 pályázatunk fut, ebből egy az önkormányzatnál, az önkéntes tűzoltó egyesület, a többi 4 pedig az önkormányzati tűzoltó parancsnokság adta be. Eszközfejlesztéseket tervezünk, illetve felülvizsgálatokra. Idén sajnos mind a két feszítővágó berendezésünknek lejárt a felülvizsgálata, tömlőt kell cserélnünk, és a sajnos milliós tétel, de úgy tűnik, hogy az önkormányzat, illetve a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság segítségével ezeket meg fogjuk tudni valósítani. Folyamatosan toborozzuk egyébként a fiatalokat is, és folyamatosan veszük fölfelé a tagokat az önkéntes tűzoltó egyesületben is, és a diák tűzoltó tagozatot egyébként idei évtől kezdjük el újra szervezni, hál' Istennek most 10 stabil tagunk van. Nyilván el fogjuk őket vinni versenyre, és próbáljuk a tűzoltó öntudatot beléjük nevelni. Ők erre nagyon fogékonyak, versenyre fogunk menni, illetve ami nagyon-nagyon fontos, bízunk benne, hogy belőlük majd egyszer tűzoltó lesz. Az ünnepség végén a vasárnapi Szent Mise, Szent Flórián nap jegyében a bajok, katasztrófák elhárításáért 24 órában kész tűzoltók megáldozása jegyében is zajlott. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Bátaszéken is megünnepelték a május 1-jét. A településen évek óta hagyomány, hogy a helyiek közösen állítják fel a tűzoltósággal a település májusfáját. Idén is sor került erre az eseményre. A lakók a templom melletti térre állították fel a májusfát. Május 1-jén a munka ünnepe van. Magyarországon a szocializmus alatt demonstratív felvonulásokkal ünnepelték a gyárak dolgozói május 1-jét. Később az ünnepi eseményeken a sör és virsli mellett a különböző gyermekjátékok és a kulturális programok voltak a meghatározók. A majálisok retro jellegét azonban ma is a sör és a virsli adja. A népi hagyományok között a május fállítás volt a meghatározó. Ilyenkor a férfiak és fiúk a nekik tetsző lányoknak állították fel a májusfát. Bátaszéken sem volt ez másképp. A településen már évek óta hagyománynak számít, hogy a lakók a tűzoltósággal közösen állítják fel a város egyik terére a májusfát. A helyiek közül néhányan népviseletbe öltöztek, ezzel is kiemelve a település hagyomány tisztelő mi voltát. Bátaszéken minden évben ugye megtartjuk a majálist, illetve a májusfa állítást. A népcsoportok gyermek táncosai népviseletbe gyülekeznek itt a Szent István téren. A leánygyermekek felkötözik a színes szalagokat a város májusfájára, és a fiúk meg segítkeznek a helyi tűzoltóknak felállítani a fát. Kezdetét veszi a színpadi műsor, ahol helyi és környékbeli csoportok mutatkoznak be.
Ebben az évben gondoltunk a gyerekekre is, a Felhőtánc Duó koncertjét láthatják, hallhatják az ide látogatók. Felvidéki népviseletben vagyok, mert a Felvidék Néptánc Egyesület is kiveszi a részét a majálisból, de ugyanúgy a Német Nemzetiségi Tánccsoport. Kicsik, nagyok, mind megmutatkoznak a színpadon, illetve, ahogy említettem, a május vállításnál. Ez is egy olyan rendezvény, mint általában Bátaszéken a többi is, tehát mindenki kiveszi a részét, ugyanúgy a kulturális műsorban megmutatkozunk, fellépünk, tehát legyen az egy városnapja, egy pünkösdirétes fesztivál vagy bornapok. Természetesen a május 1-e is a miénk, a bátaszékieké, és mindenki itt van, és együtt ünnepelünk. Az eseményen részt vett Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert is, aki kiemelte, büszke arra, hogy a hagyományokat tisztelik a helyiek. Évek óta hagyomány már Bátaszéken, hogy itt május 1-én ünnepi programot állítunk össze. Kicsit próbálunk a régi időkre, kicsit retrós majálist megszervezni, ami azzal kezdődik, hogy a népcsoportok segítségével, tűzoltók segítségével felállítjuk a hagyományos májusfát itt a városnak az egyik terén, és színpadi programokkal próbáljuk szórakoztatni az ide látogatókat. Hát fontosnak tartjuk, hogy ezen program keretében próbáljuk a város belül a közösségi életet erősíteni, és ennek fontos állomása többek között az, hogy ezt a hagyományos majálist is megszervezzük. Bátaszéken hagyománya is volt, hogy a fiatal fiúk csapatokba verődve májusfát állítanak az eladósorban lévő lányoknál. Hát évtizedekkel ezelőtt talán nagyobb hagyománya volt, még én is jártam májusfát állítani. Most már egy kicsit kevésbé lelkesek a fiúk májusfállítás terén, de még mindig látni néhány portán, hogy felállítják a májusfát. Ugye ennek gyakorlatilag az a vége, úgymond, hogy egy májusfa kitáncolás keretében a fiatalok egy hagyományteremtő szándékkal, egy zenés rendezvény keretében együtt vannak, és hát kiveszik a májusfát durván egy hónapon belül. A bátaszéki májusfaállításnak az összetartozás erősítése volt a célja. A helyi népcsoportok együtt dolgoztak a faállításon. Amíg a népviseletbe öltözött lányok a fát díszítették, a fiúk a tűzoltóknak segítettek a munka elvégzésében. Később a helyiek pedig különböző kulturális és szórakoztató programokon vehettek részt. Ismét elbúcsúzott két osztály a II. Géza gimnáziumban. A ballagás felemelő pillanatai örökre elkísérik a fiatalokat, hogy aztán új célok elé állítsák őket. Az utolsó csengőszó. Hányszor gondol rá az ember középiskolásként, és várja a pillanatot, hogy végre vége legyen. Ne kelljen többet évszámokat megtanulni, deriválni, verset írni, vagy tudni, mit jelent a kovalens kötés. Aztán, mint minden, ez is elérkezik, és akkor döbben rá az ifjú, eddig volt. Mert minden gond csak játék volt ahhoz képest, ami mostantól következik. Most nem igazán felhőtlen mosolyjal tűrik, hogy a hozzátartozók fotózkodjanak, hogy aztán elbúcsúzzanak mindattól, ami a mindennapokat jelentette számukra. Iskolánk zászlaját átadom, hírnevét becsülettel őrizzétek meg. Iskolánk zászlaját átveszem, hírnevét becsülettel megőrizzük. Koszorúk a névadónak, a tisztelet megjár a történelem nagyjainak is, és búcsú gondolatok a kisebbektől. A szépen feldíszített iskola utoljára szólít padjaiba benneteket. Az iskola csengője búcsúzik tőletek. Életeteknek ez a szakasza lezárult, és tudásban, önbecsülésben megizmosodva elindultak az új megmérettetés felé. Pár nap múlva érettségiztek, aztán végleg elhagyjátok a kedves gimnáziumotok padjait, termeit, tanáraitokat és az iskola megszokott arcait. Új iskola, új közösség vár rátok, ahol meg kell állnotok a helyeteket. Kiléptek egy ismeretlen új világba, a felnőttek világába. Aztán a záró gondolatok a végzősöktől. Néhány régi poén, melyre az 50. érettségi találkozón is emlékszik majd mindenki, aki eljön. Emlékek, melyek egy búcsúszöveg megírásakor feltolulnak az emberben. Úgy érzem, életem egyik legnehezebb feladatának bizonyult a ballagási beszéd megírása, hiszen egész osztályom nevében kell búcsút vennem iskolánktól, tanárainktól, az alsóbb évesektől, és mindattól a rengeteg kis apróságtól, ami 6 éven keresztül kitöltötte a mindennapjainkat. Évről évre egyre több élménnyel gazdagodtunk az itt töltött idő során.
új barátokat szereztünk, és megtapasztaltuk az igazi diák életet is. Sajnos gyorsan elteltek ezek az évek. Jó magam úgy érzem, mintha tegnap léptem volna be az iskola kapuján. 6 év hosszú idő, sok minden megesett velünk ez alatt. Ráébredtünk, hogy nem megy minden elsőre, de tanáraink és szüleink mindig mögöttünk álltak, és támogattak minket a nehéz időszakokban. És persze az elmaradhatatlan igazgatói búcsóintelmek, melyek igazságtartalma majd csak évek múlva kap igazi értelmet. Mindannyian életutat járunk, és az emberi élet egyik szép pillanatához érkeztünk most el, ez pedig a ballagás. Általában középiskolai ballagása az embernek az életében egyszer van. Szép és vissza nem térő pillanat. Amikor az úton vagyunk, és az úton egy pillanatra megállunk, ebben az ünnepi pillanatban visszanézünk, visszatekintünk a mögöttünk lévő időre, aztán előre, az előttünk lévő célokra, és indulunk az úton tovább. A mai nap, a mai pillanat egy megállóhely. Nem csak megállóhely, hanem sokunk számára, ahogyan Vencel is mondta, talán útelágazás. Hiszen azok az utak, amelyek eddig együtt folytak, sokak számára, talán az óvodától, egész kisgyermekkortól, azok az utak most elválnak, különböző irányba mennek tovább. Sok-sok irányba. De hogy merre, és kinek az útja merre visz, és mi lesz az a cél, ahova igyekszik, azt most kell átgondolni. Ezért a ballagás, ez az ünnepi pillanat arra is jó, hogy vissza és előre tekintsünk, de arra is, hogy egy kicsit elgondolkozzunk. Elgondolkozzunk azon is, hogy miért élünk, mi adja az életünknek az értelmét, hogyan lehetünk az életben boldogok. A legjobbak átveszik az őket illető elismeréseket, aztán lassan vége. Elballagott egy újabb évfolyam, 2 osztálynyi már nem gyerek, de még nem is felnőtt. De az életük egy szakasza egészen biztosan bezáródott. Következhet a búcsúra. Valamit úgy mondanék, súgnék halkan, nem vagy idegen, szól a dal, bennem élsz, látod rajta, hogy ez jó nekem, mint ahol. Ki éjjel remény csal a csillagokra, bízom benned. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!